Hát valóban ezt írta a privát bankár, ugye nyilván ezt átvitt értelemben értettük, hiszen senkinek nem kívánjuk, legkevésbé Ursula von der Leyennek, hogy bárki egy gyomrost, vagy akár két gyomros vigyen be neki. Ugye itt alapvetően arra gondoltunk, hogy Ursula von der Leyen két biztos jelöltje már a legelső körben elbukott a meghallgatásokon. Egész pontosan már a legelső kör előtt elbukott, hiszen a jogi bizottság kaszálta el mind Trócsányi László magyar biztos jelöltet, mind pedig a román biztos jelöltet. Igen, hogyha ennél a párhuzamnál vagy metaforánál maradunk, akkor Orbán Viktor is kapott egy gyomrost, hiszen alapvetően az ő biztos jelöltjét kaszálta el az Európai Parlament jogi bizottsága. Az most kérdés, hogy ez kinek nagyobb kudarc, Ursula von der Leyennek vagy Orbán Viktornak. De tény, hogy mind a két politikusnak ez meglehetősen kellemetlenül jött, már csak azért is, mivel erre még soha nem volt példa az Európai Parlament történetében, konkrétan arra nem volt még soha példa, hogy egy biztos jelölt már a meghallgatások előtt gyakorlatilag a jogi bizottságnak a rostáján kihullik. Trócsányit, ugyanúgy, mint a román szociáldemokrata politikust, összeférhetetlenségre hivatkozva kaszált el az Európai Parlament jogi bizottsága. A bizottság szerint összeférhetetlenség van Trócsányinak szánt pozíció, illetve Trócsányi Lászlónak a korábbi ügyvédi irodája között. Ugye Trócsányi az ügyvédi tevékenységét már több mint 10 éve szünetelteti, illetve az említett ügyvédi irodában és kiszállt már körülbelül egy éve. Ennek ellenére az Európai Parlament jogi bizottság úgy ítélte meg, hogy mindez nem összeegyeztethető az uniós biztosi pozícióval. Ezen most lehetne vitatkozni, hogy ez mennyire volt jogos, és mennyire volt valós érv ez az összeférhetetlenségre való hivatkozás. Az tény, hogy a jogi bizottságnak egy része, elsősorban a úgymond liberális, vagy baloldali képviselők eleve nem igazán szimpatizáltak Trócsányi Lászlóval, aki ugye korábban az Orbán kormánynak az igazságügyi minisztere volt. Nem teljesen alaptalanok azok a feltételezések, legalábbis a véleményem szerint, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született. Ugye Orbán Viktor Várhelyi Olivért jelölte helyette. Ugye Várhelyi Olivér alapvetően egy diplomata, egy technokrata diplomata, jogász végzettségű diplomata, ami az előnyére szól, hogy nagyon tapasztalt, alapvetően körülbelül 20 éve uniós ügyekben mozog, elsősorban jogi kérdésekkel foglalkozott, először ugye a külügyminisztériumban dolgozott, ugye utána Brüsszelbe került, dolgozott az Európai Bizottságnál, és 2015-től pedig a brüsszeli magyar állandó képviseletnek a vezetője, tehát mindenképpen egy uniós ügyekben jártas, nagyon tapasztalt, és nyilván elég kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező diplomatáról van szó, aki a sajtóhírek szerint, illetve a minden jel szerint meglehetősen lojális Orbán Viktorhoz, mondjuk ezen túlságosan nem kell csodálkozni, hiszen egy diplomata általában mindig lojális az adott kormányfőhöz, vagy az éppen aktuális kormányfőhöz. Ugyanakkor negatívumként említik róla uniós lapok, brüsszeli lapok, hogy a stílusával vannak némi problémák. Bizonyos források szerint, vagy egyes ismerői szerint meglehetősen agresszívan is tud viselkedni a beosztottaival szemben, és meglehetősen kemény stílusa van, és nem éppen egy könnyű ember. Egyébként mindezzel az állításokkal kapcsolatban ő még nem szólalt meg. Tehát, hogy alapvetően egy szakmailag felkészült jelöltről van szó, akinek a megítélése azonban nem feltétlenül egységes a Brüsszelben. De én úgy látom, hogy alapvetően neki is sokkal nagyobb esélye van arra, hogy végül is átsúszon az Európai Parlament bizottságainak meghallgatásán, mint lett volna, vagy volt Trócsányi Lászlónak.
Hát olyan szempontból vereség az Orbán kormány számára, hogy az első jelöltjét elég simán visszadobták, és gyakorlatilag már a nulladik körben visszadobták. Olyan szempontból viszont ugye nem probléma az Orbán kormánynak, hogy nyilván Várhelyi Olivér is az ő jelöltjük, és nyilván Várhelyi Olivér is lojális lesz a kormányhoz, legalább annyira, mint amennyire Trócsányi László lojális lett volna. Nem feltétlenül könnyű a helyzete. Ugye ehhez alapvetően tudni kell, hogy von der Leyen megválasztása már eléggé nagy viharokat kavart, hiszen az Európai Parlamentnek mondjuk a szociáldemokrata frakciója, illetve számos európai parlamenti képviselő is azt szerette volna, hogyha inkább egy úgynevezett csúcsjelölt lesz az Európai Bizottság elnöke, de mivel ugye ezt a csúcsjelölti rendszert gyakorlatilag megfúrták az uniós állam és kormányfők elsősorban, így került a képbe Ursula von der Leyen, de éppen ezért az EP meglehetősen kritikusan viszonyul a volt német honvédelmi miniszterhez, és az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy megpróbálja megnehezíteni a dolgát, tehát megpróbálja a jelöltjeit meglehetősen kemény próbák elé állítani. Az Európai Parlamentnek még a meghallgatások végén joga van arra, hogy szavazzon a von der Leyen bizottságról, és akár el is utasíthatja azt, tehát ilyen szempontból von der Leyen meglehetősen nehéz időszak elé néz, és korán sem biztos, hogy az eredetileg tervezett november 1-i időpontban valóban átveheti az Európai Bizottság vezetését. Alapvetően azért fontos, mert mégiscsak az Európai Bizottságról van szó, amely úgymond az Európai Uniónak a kormánya, és így elég széles jogosultságokkal rendelkezik, a felügyelettől kezdve a jogszabályok kezdeményezésén át egészen a végrehajtó funkciókig. Másrészt pedig ugye, ahogy ezt már korábban is mondtam egyszer, az sem feltétlenül mindegy, hogy most kit fogunk látni esténként a híradókban az elkövetkező 5 évben. Egy meglehetősen izgalmas időszak van mögöttünk, és egy meglehetősen izgalmas időszak elé nézünk.